Ezek a felvételek ugyan nappal készültek, de vannak horgászok, akik éjjel szeretnek kapásra várni. Nekik most más időpontot kell választaniuk, miután a kijárási tilalom nem teszi lehetővé, hogy az éjszakai órákban horgásszanak, még a saját stégeken sem. A Magyar Országos Horgász Szövetség a koronavírus járvány elleni kormányzati intézkedésekkel összhangban azt ajánlja tagjainak, este 7 óra után már ne legyenek a vízparton, hogy időben hazaérjenek. A MOHOZ különféle intézkedésekkel is segíti a vírus terjedésének megakadályozását. Horgászversenyeket nem tartunk, horgászvizsgákat nem tartunk, arra kérjük a horgásztársakat, hogy a vízparton legalább egy ilyen másfél méteres távolságot tartsanak, ne utazzanak egy gépkocsiban a horgászat helyszínére, és kerüljék a társas érintkezés megszokott formáit. A szövetség emellett fokozottan kéri a 65 év felettieket, hogy a veszélyhelyzet fennállása alatt ne horgásszanak. Idehaza egyébként ma mintegy 6-700 ezer horgász tevékenykedik, 10 éve még csak 320 ezeren voltak. Vagyis mondhatni, megduplázódott a számuk, ami annak is köszönhető, hogy egyre több fiatalt sikerül bevonzani a rendszerbe. Az állami horgászjegyek bevételi díjaiból évente így már nagyjából 1 milliárd forint folyik be a kasszába, amelyet aztán olyan közfeladatokra fordítanak, mint például őshonos halfajok telepítése vagy iskolai sporthorgász szakkörök támogatása. Az állami támogatások pedig mások mellett a horgászati infrastruktúra javítását segíthetik. Sajnos mondhatom azt, hogy jelentős javításra szorul, és ezt felismerte egyébként a minisztérium is. Korábbi években, illetve évtizedekben sajnos azt kell, hogy mondjam, az volt a gyakorlat, hogy a civil szervezeteket ilyen formában nem támogatták. Ugye volt néhány pályázati lehetőség, NEA, meg egyéb pályázati lehetőségekről, hogyha visszagondolunk, de konkrétan a horgászathoz forrásokat nem rendelt senki. Egyebek mellett pedig annak ellenére, hogy ez egy nagyon jelentős turisztikai vonzerő, valamint gazdasági ágazatként sem elhanyagolható, hiszen, mint említettem, Magyarországon a 600 ezer horgászt, hogyha családtagjaikat is figyelmezzük, akkor egy több mint egy milliós bázisról beszélhetünk. Fesztóri Sándor hozzátette, az infrastruktúra javításával újabb horgászokat is be lehetne vonni a rendszerbe, ami több bevételt hozva azt is eredményezné, hogy több halat telepítenének a vizekbe. Ezen keresztül pedig növelni lehetne a jelenleg mintegy 6,5 kg-os éves halfogyasztást.